Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Nem lesz az az igazi, képes lapra illő decemberünk ebben az évben. Havazásban nem reménykedhetünk a folytatásban, sőt, egyre enyhébb léghullámok érkeznek hozzánk. A következő napokban egy anticiklon alakítja az időjárásunkat, emiatt azonban egy kicsit szürkébb is lesz az idő. Ködre, párára számíthatunk sokfelé, de a déli szél is élénk, illetve erős lesz, ami a meleg levegőt szállítja hozzánk, és segít a kötfoltok feloszlásában. Ma pedig sok-sok napsütésre is számíthatunk, szinte több órára mindenütt a Kárpát-medencében. Általában változóan felhős lesz az ég felettünk. Keleten, észak-keleten, illetve az Alpok alján lehetnek erősebben felhős körzetek, de jelentős csapadékra sehol sem számítunk. A hőmérséklet csúcsértékei pedig 4 és 12 fok között alakulnak. A déli tájakon, a déli megyékben lesz magasabb a hőmérséklet. És nagy területen élénk lesz a déli szél, északnyugaton lehet ma erős széllökésekre készülni. Hasonló időre számíthatunk egészen csütörtökig sok-sok napsütésre, viszonylag nyugodt időre, bár a déli szél többnyire erős lesz, kedden még viharos lökések is kialakulhatnak. Az éjszakai hajnali órákban pedig képződnek sokfelé kötfoltok. Elsősorban az északi középhegységben tartósan makacsabbul is megmaradhat a köd. Ott mondhatni, hogy csupán 4 és 7 fok közé melegszik a levegő, de néhol 16 és 18 fok lesz a maximum értéke a következő napokban. Egészen csütörtökig erre az időre készülhetünk, csütörtökön viszont jön egy kis változás, megvastagszik a felhőtakaró és eső záporok is tarkíthatják az időjárásunkat, de kitart ez az enyheség, az éjszakák során is zömmel pozitív tartományban alakulnak a minimumok. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!